ablakpárkányok hőmozgását lehetővé kell tenni minden esetben. Erre az oldalsó záron is lehetőséget nyújt, amennyiben itt van mozgási lehetőség, illetve általános helyen olyan rögzítőelem van a párkány elem alá téve, aminek az ovál furatos kialakítása nem csak a pontos pozícionálást teszi lehetővé, hanem az ilyen irányú hőmozgást is. A másik irányú hőmozgás pedig lehetővé teszi a sarkokon például egy olyan toldó elem, amiben csúszkálva mindkét irányba az elem, hiszen itt sarokról van szó, tehát több irányú mozgás léphet fel. Ebben a toldó elemben tudnak lejátszani azok a mozgások, amik a meleg hatására, illetve a meleg és hideg, illetve a hőmérséklet különbség hatására bekövetkezhetnek. Tehát a hőmozgás minden esetben lehetővé kell tenni, és erre speciális elemeket, idomokat kell, vagy lehet alkalmazni.